Elkészültek a védőnői szolgálat felújításának és bővítésének tervei Nyírturán. Mikó Gábor polgármester az új épület külső és belső tervrajzát mutatta meg stábunknak. Annak ellenére, hogy korábban már nyert a település a központi orvosi rendelő rekonstrukciójára, a védőnői szolgálatot kihagyták a pályázatból. Kimaradt a legutolsó pályázatból a közete, ahol a védőnői szolgálat van. Pedig nagy szükség és igény is lenne rá, mert egyrészt az épület szűkös, másrészt elavult a a környezet és a műszerezettség is. Kaptunk egy egy vagy minden egy fejlesztési pénzt, ami 60 millió forint, és az arra szolgál, hogy teljes mértékben felújítjuk az orvosi rendelőnket, és kibővítjük, tehát egy bővítés is lesz a pályázatnak részeként, plusz parkolókat, kis játszóteret fogunk létrehozni, meg újra a kerítés. A belső tartalomban pedig nem csak a, a, a és a padlózatot újítjuk fel, hanem különböző orvosi eszközök vásárlása is számba fog jönni a jövőben. Csík Andrea védőnő szerint is ráfér az épületre a felújítás. Napi szinten 10-15 kisgyerekes anyuka fordul meg az épületben, és itt van a terhes gondozás is. A korábban új homlokzatot és nyilázárokat kapott épületet át kell alakítani, csatorna rendszerét megújítani. Az állami támogatást ebben az évben használják fel a településen, várhatóan 2017 őszére visszaköltözhet helyére az alapellátás. A 2020-ig tartó uniós költségből Szabolszatnál Bereg megye több önkormányzata is pályázott orvosi rendelők, központok felújítására, eszközbeszerzésre, mondta el a megyei közgyűlés elnöke Sesztál Oszkár, tegnapi közéleti műsorunkban. Az EAO-ban is, tehát az észak alföldi operatív programban is, és a TOP-ban is, a megyei operatív programban is vannak ilyen források, de azt látjuk, hogy itt a legnagyobb a pályázati túligénylés. Tehát a legnagyobb a forrásokhoz képest, Két-háromszoros volt a pályázat igény, mint amennyit a tobol erre a területre fordítani tudunk. Tehát éppen azért választottuk az egészség alapellátás témakörét, mert úgy érezzük, hogy itt van a legtöbb mondani valunk, vagy itt a legnagyobb a szükség. Amiért most mi ezzel foglalkozunk, az pedig ugye az önkormány, a belügyminisztériumnak van egy önkormányzati koordinációs irodája, amely nyolc megyei önkormányzattal együttműködve kiválasztott, ugyancsak velünk a mi javaslataink alapján egy olyan területet, ahol Épp az önkormány, megyei önkormányzatok koordinációs feladataiból indulva, de komoly fejlesztési igény vagy fejlesztési szükséglet van. 5-6 milliárd forint fordulhat ebben a 7 éves ciklusban orvosi rendelők, védőnői szolgálatok és fogorvosi praxisok fejlesztésére, mondta el az elnök, de az ettől jóval nagyobb önkormányzati igényeket állami forrásból kell majd pótolni, tette hozzá.